Baross Gábor a modern kereskedelmet és közlekedést teremtette meg Magyarországon. Egyik legnagyobb érdemeként említik a vasút korszerűsítését és az új bértarifazónák bevezetését, mondta Kocsis István, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Ezzel a Nagy Magyarországon a 6 millióról 27 millióra növelt az utasok számát. Csak úgy érdekességként még megemlítem, ő vezette be a pontos időjelzést, a meteorológiai előrejelzést, ezen kívül megépítette Budapest-Bécs között a telefonvonalat, mintegy 50 iskola alapításánál vett részt, és 100 gyárat alapított, ő teremtette meg a gumiipart is Magyarországon. Ezen kívül részt vett a Fiumei kikötő korszerűsítésében is. A Cegléden található emléktábla pedig teljesen ugyanolyan, mint a Fiumei. Annak idején úgy tartották, hogy azért vasminiszter, mert a vasutat korszerűsítette, mások szerint pedig azért, mert vas akarattal mindent megvalósított. És a halál után úgy értékelték, hogy nem csak a Széchenyi művet valósította meg, hanem az értékelések szerint azonos eredményt ért el Széchenyivel, és mi sem bizonyítja jobban, hogy hálás magyar államtól halál után mauzólamot kapott. Az Egyesület a magyar politikus születésének évfordulója előtt tisztelget. Köszöntök mindenkit, az Egyesületünk tagjait és a két lakókat abban az alkalomból, hogy 170 éve született Baross Gábor. Pontosabban Belusi Baross Gábor János Justin. Kocsis István így fogalmazott, a dualizmus egyik legsikeresebb, legeredményesebb miniszteréről úgy emlékeznek meg, hogy megkoszorúzzák az emléktáblát. A koszorút az Egyesület elnöke helyezte fel. Kocsis István arról is beszélt, hogy a szervezethez bárki csatlakozhat, aki szeretne valamit tenni a városért.